szeretettel köszöntöm a mai alkalommal és a szintén tekintélyes létszámon megjelent kedves érdeklődőket. Külön köszöntöm a Kumánia tulajdonosainak képviselőit, a polgármester urat és a jelenlevő képviselők közül, ha jól látom, akkor csak egy van. Ha esetleg valakit kivettem volna, akkor külön elnézést kérek. Mindig nagyon nagy öröm számomra, amikor kedves vendégekkel van tele a ház, akár az étterem külön, mint ezen a sokadik alkalommal is, akár maga a szálloda, vagy pedig várhatóan a fürdő is, hiszen ma éjszakai fürdőzésük is van. A turizmus világnapját köszönhetjük a mai napon egyébként, ennek megfelelően jó kis programokkal készültünk, mint például ez a mostani is. Engedjék meg, hogy megköszönjem a mai alkalom létrejöttét elsősorban Tóth Tündének, aki nagy elánnal és sok energiát befektetve rendezi most már többedik alkalommal a kiállításunkat. Hadd büszkélkedjek el ismét, hiszen ugye talán vannak olyan kedves vendégek is, akik még nem jártak itt mi nálunk kiállítás megnyitó alkalmával. Most már 2015 évelejéig be van táblázva a kiállítási menetrendünk, úgyhogy ezért külön köszönet Tündének. Köszönöm a kiállítás berendezésében való segítségét dr. Vágvölgyi Istvánnak. Külön köszönet a könyvtárnak a posztamensekért, amelyeket itt parkoltatunk, illetve használunk is ez alkalommal is. Engedjék meg, hogy azoknak is megköszönjem a részvételt, akik minden egyes alkalommal az első kiállítástól kezdődően ellátogatnak mi hozzánk, és engedjék meg, hogy felkérjem Óbis Hajnalka, ókortörténészt, klasszikafilológust, hogy tartsa meg megnyitó beszédét ezen a alkalommal. Köszönöm szépen! Tisztelt művészet szerető közönség, hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Az Idő sodrában című kiállítás alkotóját dr. Vágvölgyi Istvánné, Jász Nagykun Szolnok megyei pedagógiai díjas művésztanát, festőművészt, szülővárosában, Kisújszálláson sokan ismerik és szeretik. Nyugdíjazásáig a helyi Arany János általános iskolában dolgozott magyar rajzszakos tanárként. Tanári pályája során sikereket ért el a művészetre nevelés és a tehetséggondozás területén, amelynek elismeréséről pedagógiai díjai is tanúskodnak. Grafikák készítésével már ezekben az években foglalkozott. Rendszeresen részt vesz csoportos kiállításokon, Kisújszálláson, Szolnokon, Kecskeméten, Budapesten, Martfűn. Megyei tárlaton 1987-ben Névódíjat kapott. Festéssel 2004 óta foglalkozik. Képeit a Kisújszállásiak 2010-ben a Színvarázs című önálló kiállításán tekinthették meg a Városházán, valamint a Kumánia Hotelben egész évben folyamatosan láthatók az alkotásai. Leggyakrabban akrillal festi, ecsettel vagy festőkéssel faros lemezre hordja fel gazdag formai színvilágú képeit. Stílusát a vitális, nagyvonalú színhasználat és a kifejezési módok változatossága jellemzi. Plasztikus hatású, realista képeket is fest, de legtöbbször a figuratív és absztrakt ábrázolás módot kombinálja. Festészetének újra meg újra visszatérő, más-más módon megjelenő motívumai, a növénymetamorfózisok és az életritmusa. Előszeretettel ábrázolja a csírázó, kikelő magvakat, a rügyező és elszáradó leveleket, kinyíló és elhervadó szirmokat, virágokat. Az organikus formák, a fény, a víz, a föld és a levegő őselemeivel kombinálva az élet mágikus titkait jelenítik meg. Titkokról szólnak a mostani kiállítás képei is. A meghívón a Titkoknak Madara című festményt látjuk. A kiállítás címe pedig, amely a képanyagot összefűzi, összekapcsolja, az Idő sodrában. Az alkotások az idő titkán való gondolkodásra szólítanak fel bennünket. Az
az erőteljes kontúrvonalak által határolt felületet kitöltő festékfoltokból egy madáralak bontakozik ki a megnyitón vagy meghívón látható képen, a nézőnek félig hátat fordítva, a háttérben pedig a nap vörös és sárga sugarai. Az ember nélküli természetből, az embertől függetlenül vajon megérthető az idő fogalma? Mi az idő? Szent Ágoston azt mondta, ha senki sem kérdezi tőlem, akkor tudom. Ha azonban kérdezőnek kell megmagyaráznom, akkor nem tudom. Az idő, ami folyton elsiklik, eloson, soha meg nem ragadható, nehezen definiálható. Newton szerint az egyenletes múlás, Platón szerint az örökké valóság másolata, Kant szerint tudatunk belső szemléleti formája. A filozófusok általában elválasztják a fizikai időt, a tudomány mérhetővé tett idejét, az ember szubjektív időélményétől, amit az emlékezés és a reménykedés foglal egységbe. Ahogy Szent Ágoston mondja az időről gondolkodva, lelkemmel mérem az időt. Hegel szerint nem az időben keletkezik és múlik el minden, hanem maga az idő, ez a levés, keletkezés és elmúlás, a mindent szülő és gyermekeit elpusztító kronosz. Az idő sodrából, folyamából, persze bennünket leginkább az emberi életidő, az emberi sors érdekel, amelyben az ember összeszövi, magyarázza, értelemmel ruházza fel eddig leélt életét, emlékezésével egységbe foglalva a múltat és a jelent. Vajon az idő linearitásként vagy örök körforgásként képzelendő el? Ha ez utóbbi, akkor Nietzsche szerint, aki az örök visszatérés gondolatát morális szempontból megfogalmazta, az emberi döntéseinkre is másképp kell tekinteni. Szerinte úgy kell döntést hoznunk, választanunk az életünkben, hogyha végtelenszer visszatérne, megismétlődne az adott pillanat, akkor is felvállalható legyen a döntés számunkra. Filozófusok és fizikusok véleménye, hogy a tér és az idő vagy azonosak, vagy szorosan összetartozva az idő világunk negyedik dimenzióját alkotja. Az idő az a végtelenség, amelyet elménk véges dolgok segítségével törekszik megragadni. A festőnek nehéz dolga van. Számunkra négydimenziós világ síkban, vagyis kétdimenzióban történő ábrázolásával foglalkozik. Az állandóság és a mássállevés egységét, a folytonosan múló mostot, a végesben megmutatkozó örök végtelen úgy tudja megfesteni, ha összesűríti a pillanatot. Ilyen összesűrített pillanatok a mostani kiállítás festmény. Egy koncentrátum, amelyekben áll az idő és áramlanak a színek. A színek használatának szuggesztív ereje adja azt az érzést a képekhez, hogy az idő átlüktet az ábrázolt témán. Az égi testek születését, életperiódusait, a kozmikus időt jeleníti meg, az idő sodrában és a napszél című kép. Vagy a gyűrű, amelyen a formák örvényében a vörösen izzó anyag kavargásából kékes háttér előtt egy gyűrűforma bontakozik ki. Az őselemek közül a tűz és a víz teremtő és pusztító erejét ábrázolják, az elemek című képen áramló kék és szürke árnyalatok, amelyeket sárgásvörösek ölelnek körbe és ingatnak el, vagy a vízhimnusz kék, áramló, fatörszerű vízoszlopa. Az időköveket és sziklákat emésztő ereje, a geológiai változások több festményen is megjelennek. Az Elózió című festményen oszlopszerűen elvékonyodó szikla tart két hatalmas kőlapot, egy zöldes-sárga, sivatagos, növénytelen vidéken. A kőangyal az Elózió által lekoptatott kövek között kiterjesztett szárnyú, az ég felé néző ember alak, aki kő szárnyaival szállni hiába akarnak. A
kép jobb sarkában narancssárga háttér előtt egy koncentrikus körökből álló mély kútra vagy barlangra hasonlító üreg látható. Az áttört formák című képen szintén az erózió munkáját látjuk, kövé csiszolódott emberalakszerű sziklákon, sötét háttér előtt. És az idő lukat vált ott is ezekbe a sziklatömbökbe, ahol ha emberalaknak látjuk őket, a szívüknek kellene lenni. A kövületek a földtörténeti idő mély rétegeit mutatja meg számunkra. Az évmilliókkal ezelőtt elpusztult állat mészfáz lenyomata fényképszerűen tárja elénk a távoli múlt élő világát. Az égi testek és a föld idejének változásai mellett azonban megjelennek a művész egyéni világának időmozaikjai is. A vörös madár, a kék tollú madár, a kikelet című képek táncot lejtő madaraiban, vagy a lebegés groteszk formájú lényében, akinek időről elfeledkező lebegését a képkeret megakasztja, korlátok közé szorítja, mintha egy skatujába szorult volna, körülötte pedig szárnyas emberalakok, akik egyelőre szabadon lebeghetnek, mert még nem érték el lebegésük határait. Az emlék című kép lilával körülvett sárga madara egyszerre jelenít meg egymásra rakódott emlékrétegeket, citrommá átlényegült sárga madár tojásával. Az idő titkán gondolkodva a kiállított képek kapcsán Shakespeare egyik szonettje jutott az eszembe. Ha bronz, kős, a föld s a nagy tengerek hatalmát is bús romlás töri le, így düvel hogyan birkózhatna meg a szépség halk sziromi ereje? Ó, hogy állja az idő a napok zolt ostromát a mézillatú nyár? Ha érckapó gőgje is összerogy, smállik az úszhatatlan sziklaszál. Szörnyű gondolat, kimentheti meg az idő kincsét az idő elől, s ha a szépséget meglopni siet, gyors lábait mely vaskész tartja föl. Ezekkel a versorokkal ajánlom figyelmükbe dr. Vágmölgyi Istvánné képeit. Fogadják és nézzék őket szeretettel, közben pedig tűnődjenek az idő nehezen megfejthető örök titkai. Gratulálok a kiállító művésznek, ezennel a kiállítást megnyitom, és szeretném megköszönni a Kumánia Galériának is, hogy ezt a lehetőséget biztosította. Köszönöm. Köszönjük a sok segítségét. Hogy igazán nem számítottam erre. Tűnnek, ha kérlek, hogy a bejelenteni módot azt most vegyél és elénk tárni. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy öröm számomra ez a nap. Először is gratulálok a tanárnőmnek, Patikának. Mikor szerveztük ezt a kiállítást, még nem gondoltuk, nagy öröm lesz ez, hiszen azóta két megyei díjjal is gazdagodott, egyrészt tanárnő, Jász Nagykonszolnok megyei pedagógiai díjjal, és úgy tudom, hogy a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Is kapott egyet. Jelen van ugye a tulajdonos önkormányzat képviselője is, polgármester úr, alpolgármester úr, képviselő úr, és ügyvezető igazgató is. Neki szeretnék most egy tapsot kérni. Már csak egy szokásos technikai bejelenteni való háról, tehát a Pogácsával és a Kumpereccel már korábban gondoltuk kínálni a kedves vendégeket, ugyanakkor viszont a kollégáim hamarosan egy kis jófajta idevalósi virspálinkával, ha szabad, akkor szívesen megkínálják önöket, fogyasszanak. Köszönöm szépen!